Audi még 2012-ben bővítette modellválasztékát az első generációs Escort modellel. Az új modell hangsúlyozta a sportos törekvést, és az ingolstadti gyártó egy különleges helyszínt és alkalmat választott az új modell bemutatójának, ami a 24 órás Le Mans-i verseny volt. A nagy teljesítményű Q5 modell igazán lenyűgözte a szakértőket dinamikájával, miközben a második generáció megérkezett, és természetesen tökéletes lehetőséget kínált a Bayer Tuner cégnek az Abt Sportsline számára. Az Abt növelte a 3 literes TDI motor teljesítményét a gyári 341 lóerőről 385-re, és mellette a nyomaték a 700-ról 760 Nm-re emelkedett. A teljesítmény növekedés megkönnyített az Abt Power és az Alap High-Tech Abt Engine Control vezérlőegység. Az utóbbi garantálja az optimális teljesítmény kihasználást, ami a teljesítmény növekedés mellett védi a motort. Az SQ5-nek így már elég 5 másodperc a 0-100 km/h sprinthez. Az Abt futóműrúgók is tovább fokozzák az SQ5 keresztirányú menetdinamikáját. Így is tovább növeli a lóerő hatékony átadását az útra. Az Abt Sportsline, Audi és Volkswagen csoportos modellek specialista tunere, az SQ5-höz egy 21-es HR-felni szettet kínál fényes fekete színben, mint ami a képeken is látható, de az Abt konfigurációban más felni szettel is kombinálható az SQ5 modell. Abt a legújabb Cupra Leon modellekhez tuning csomagot készített, ami még tovább fokozza a sportos menet teljesítményeket. Az Abt Sportsline használja az ígéretes Cupra Leon alapokat, amik teljesítményt 370 lóerőig növelték. A Cupra Leonhoz az Abt tuning csomag még hozzáteszi a 20-as Abt felniket és az ültető rugókat is. Az első generáció 1999-es megjelenése óta a Leon folyamatosan sikereket ér el a sportos kompakt kategóriában a Seat márka név alatt. De most a negyedik generációnál már a Cupra bronzszínű márkajel alatt él tovább a sportmodell. A viszonylag fiatal márka a versenyzésnek szentelt márka, ami nem utolsó sorban teljesítmény sportmodelleket is fejleszti az Extreme E-verseny szériákhoz. De térjünk vissza az utcai modellhez, ami egy 2 literes TSI motort használ, ami számos modellben megtalálható több teljesítményváltozatban is. A Leon WZ generációja esetében 300 lóerős a motor, az 5 ajtós hatchback változatban és az összkerék meghajtású ST kombi változat esetében 310 lóerős, ami mellé 400 Nm nyomaték társul gyári állapotában mindkét modell esetében. Az Abt Sportsline mérnökei ezt még tovább tudták növelni, még több tüzet adni a spanyol sportmodellnek. Az Abt Power teljesítménynövelés 360 lóerőre növeli a hatchback modell teljesítményét, és 370 lóerőre az ST kombi változatét, amik mellett a nyomaték egyformán 450 Nm-re növekedik. A még sportosabb úttartás érdekében az Abt futóműrugókat is megkapta a Leon, amik 30 mm-rel csökkentik a hasmagasságot. A megjelenését pedig a 20-as Abt Sport GR felnézet fokozza tovább, amik elérhetők matt és fényes fekete színben. A vonzócsomag tartalmazza az Abt Power teljesítménynövelést 360 vagy 370 lóerővel változattól függően, és a futóműrugókat is, aminek ára 5.990 euró áfával együtt. Ami átszámítva körülbelül 2.150.900 forintnak felel meg, ami már tartalmazza a beépítés költségeit és a TÜV igazolást is. A Cupra Leon legújabb opcióiért érdemes meglátogatni az Abt Sportsline weboldalát vagy az Abt konfigurációt. Mind a 125 Abt RSQ8R tuning modellt eladták, ami a vállalat 125 éves évfordulója alkalmára készült, ami egy 740 lóerős SUV kupé. Johann Abt által aláírt limitált évfordulós tuning modell rekordidő alatt elfogyott. A Bayer Tuning cég 125 éves évfordulója alkalmából az RSQ8R évfordulós tuning modellből 125 példány készült, és kevesebb mint 12 hónap alatt mind a 125 példány gazdára is talált. De viszont még mindig van lehetőség Audi RSQ8 tuningra, mivel a limitált modellen használt tuning elemek nagy része elérhető az Abt katalógusból, vagy látogasson el az Abt online konfigurációjába, ami széles kínálatot nyújt az érdeklődők számára. És ezek tartalmazzák a teljesítménynövelést is, az Abt Level Controller és a számos felni dizájnt, valamint a kisebb, külső és belső kiegészítőket is. A luxus SUV kupé 740 lóerőt és 920 Nm nyomatékot termel az Abt tuning csomag után. A tuning modell gyári állapotában csak 600 lóerőt és 800 Nm nyomatékot termelt, amivel a legendás Nürburgring Nordschleife versenypályán rekordot is döntött, de az Abt modell még gyorsabb.
Audi állapotában a 0-100 km/h sprintet 3,8 másodperc alatt teljesítette a modell, de a tuning csomag után már elég 3,4 másodperc is. A tuning modell aero csomagot is kapott, ami tartalmazza a szénszálas első ácsú ütköző kiegészítőket, az első légterelőajtót, a külső visszapillantó elemeket, az oldalsó küszött oldatokat, a sárvédő elemeket és a hátsó légterelőt is. A megjelenése tovább fokozták a 23-as Abt High Performance HR felviszettel, amik 295x35 E23-as abroncs méretet kapnak, és a kiváló hangzásról a rostamentes acél Abt kipufogórendszer gondoskodik, a 407 mm-es kipufogó végkel. A teljesítmény mellett a légrugós futómű is kapott ültetés, ami tovább fokozza a menet teljesítményét. Az évfordulós modellek igazi luxusbelteret kaptak az Abt Tuning cégtől, és az évfordulós modellek megkapták a One of 125 feliratot a küszöbökön. Ha tetszett a videó, lájkold, iratkozz fel és kattints a kis csengőre, vagy látogass el a carsonroad.hu weboldalra, ahol még több cikket és tesztet találsz. A linkek megtalálhatók a videó leírásában.